Ahogy láttátok, korábban is volt két érdekképviseleti találkozónk már ebben a hónapban. Ez egy nagyobb nemzetközi projekt keretében zajlik. Ez a projektnek az a lényege, hogy Lengyelország, Csehország, Magyarország és Albánia tavaly elkezdett egy törvényelőtti egyenlősséggel foglalkozó nagy projektet, amiben minden tagállam megnézi, hogy a saját maga országában a három fő ENSZ fogyatékos ügyi egyezményének három cikke, a törvény előtti egyenlőség, a cselekvőképesség és az önálló életvitel hogyan valósul meg. Erről készült egy jogi kutatás, ősszel ezért találkoztunk először, hogy annak az eredményeit bemutassuk, és utána egy nyilatkozatot írtunk alá, amiben fogalmaztunk meg ennek a találkozónak az eredményei alapján, amit több mint 400-an írtak alá decemberig, és ennek mentén kezdjük el tovább a három téma körül ilyen kisebb találkozókat szervezni, ahol az embereknek a tapasztalataira, véleményére vagyunk kíváncsiak, amit utána a kormányzati szervek felé, minisztériumok felé tudunk közvetíteni, hogy hogyan is kellene ezt a három fő területet, a közösségi élet, vagy önálló életvitel, a törvény előtti egyenlőség, illetve a cselekvőképesség, ez a mai cselekvőképesség, ezen belül hogyan kellene a rendszert változtatni. Úgyhogy az én előadásom után, illetve az Adrián, a Gazsi Adrián előadása után két csoportra bomlunk, automatikusan senkinek semmihez nem kell nyúlnia, és a óra 50-kor visszajövünk a nagy plenáris ülésbe, ahol a moderátorok, akik a két csoportot próbálták facilitálni, ők elmondják, mi zajlott. Összefoglalják pár pontban, hogy milyen észrevételeitek, javaslataitok, véleményetek van a cselekvőképességgel támogató, és főleg a támogató döntéshozatallal kapcsolatban, és utána a következő, és utána zárjuk az ülést 2 órakor. Szóval visszatérve a nyilatkozatra, amit 400-en írtunk alá, ebben mi azt, mint egy nagy érdekképviseleti szervezet azt állítjuk, hogy a fogyatékossággal élő emberek és érdekei képviselte járó szervezetek, a törvény előtti egyenlőség, egyenlő bánásmód, önálló életvitel hazai előmozdítása és az ENSZ egyezménye foglaltaknak való megfelelés érdekében azt mondjuk, hogy a jogképesség kapcsán a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének korlátozása úgy kerüljön kivezetésre a hazai jogrendszerben a lehető legrövidebb időn belül, hogy a támogatott döntéshozatali rendszer át tudja venni az érintettek érdekeinek képviseletét. Ez lenne az egyik nagyon nagy sarokkő, hiszen ezzel maga a jogi kutatás is, illetve amit készítettünk, illetve az a 400 ember, aki ezt aláírta, többek közt más érdekképviseleti szervezetek is egyetértenek abban, hogy embereknek a jogképességét, a cselekvőképességét korlátozzuk, és ezáltal a jogaikkal nem tudnak élni, ez nem a hosszú távú megfelelő út, ez nem mehet így, ez így már nagyon-nagyon-nagyon régóta, évtizedek óta, de hogy kell egy elmozdulás ahhoz, hogy ez valamilyen szinten, hogy ez megszűnjön. Nagyon sok jutottunk már kapura, vagy futottunk kapura, nagyon sok törvényjavaslatmódosítás, alkotmánybíróságtól kezdte mindenki, ombudsmantól kezdve mindenki próbálta ezt a rendszert nem változtatni. Most sincsenek nagyon rózsás álmaink, de ettől függetlenül csinálni kell tovább, és ezért vagy nagyon jó, hogy legalább van 400 emberünk, aki azt mondta, vagy szervezetünk, aki azt mondta, hogy ebben részt tud venni, ebben el tudja magát kötelezni. Ez valami, amit fel tudom mutatni a kormány felé. Csak egy képként látni, hogy hányan állnak gondnokság alatt, ez a legfrissebb adat, 58.153 fő volt a KSH statisztikája szerint idén februárban gondnokság alatt, ilyen Budapest-Pest, illetve közép régiós lebontásban pár ezer emberről van szó, de a legtöbben Észak-Alföldön. Ennek okairól nyilván sokkal többet tudtok, sokkal gyakoribb ezek szerint, hogy ott a gondnokság alá helyezést választják, és a cselekvőképesség részleges vagy teljes korlátozását. Ezzel kapcsolatban mi ott tartunk, hogy azt látjuk, hogy a bíróságok próbálják ezt, legfelsőbb szinten próbálják ezt módosítani, de a gyakorlatban még mindig az van, hogy hamarabb korlátozzák akár kerekesszékeseknek, akár más fogyatékossággal élőknek is a cselekvőképességét.
Ami fontos volt, és a nyilatkozatban szerepel, hogy a CRPD-nek van egy nagyon progresszív emberi jogi szemlélete, ami azt mondja, hogy mindenki egyenlő, mindenki éljen így, de a gyakorlat ez nem. És azt mondtuk ebben a nyilatkozatban, hogy a magyar bírók, szakemberek, szülőknek meg van egy nagyon protektív szemlélete, ami azt mondja, hogy de jó a gondnokság, de jó, hogyha bizonyos döntéscsoportokban az embereknek a kezéből kivesszük a döntést, mert nem tud maga helyet dönteni a mai magyar valóságban. De ezt az értékkonfliktust, ezt azt mond, az aláírókkal azt valljuk, hogy ezt fel kell oldani valahogy, ki kell munkálni megoldásokat, ezekben is nagyon jó lenne, hogyha a véleményeteket hallhatnánk. Az egyik oka, egyik megoldás, amire jutottunk, az, hogy akkreditált szakképzésekre van szükség. Ez mai napig is folyik, most is ment, de hogy egyszerűen ez nem lehet más, hogy ezt nem lehet abbahagyni ezt a munkát, hiszen mindig új és új emberek kerülnek a különböző gyámhatóságokhoz, bíróságokhoz, mindig új érintettek lesznek, akinek ez az egész teljesen új, és el kell mondani sokadjára is ugyanazokat a dolgokat. Fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak orvosi, hanem a társadalmi befogadás szempontjából is, a szociális, a munkaügyi befogadás szempontjából is vegyék figyelembe a döntéshozók azt, hogy akinek az ügyéről döntenek, az egy komplex ember, és nem csak egy orvosi adat. És ne, ha lehet, akkor kerüljék el a cselekvőképesség korlátozását, és helyette inkább a meglévő támogató döntéshozatali rendszert használják, és ez váltsa fel, és váltsa ki a mostani rendszert. Szintén ebben a nyilatkozatban azt mondtuk ki több százan, hogy meg kell jobb, sokkal jobban ismerni az érintetteknek és a támogató döntéshozatalt, ezért hívtuk el a Gazsi Adriánt is, hogy nektek egy összefoglalót tudjon adni röviden arról, hogy is működik, miért nem működik a rendszer, hol vannak a hiányosságok, miben látják ők. Mi a kutatásban azt láttuk, hogy nagyon nem volt felkészítve a rendszer. Amikor bekerült a támogató döntéshozatal, maguk a támogatók gondnokokból lettek átképezve, másfajta attitűddel állnak az emberekhez, nem, tehát inkább helyettük döntenek, és nem őket teszik képessé arra, hogy döntsenek, de ez nagy országos kutatás, nagy országos tapasztalatokkal. És amit még kértünk, az, hogy a választójog kerüljön vissza a választás, az általános választójog a fogyatékossággal élőknek. Ez egy nagyon-nagyon érzékeny terület, főleg most a választások előtt. Ugye a beszámítási képességet ezt a cselekvőképesség korlátozása során a bíróság egyedi ügyekben vizsgálja, ami már egy hatalmas előrelépés a Kisa Lajos ügy óta Magyarországon. De emellett még a bíróság, aki ezt az ügyet elbírálta, azt is előírta, hogy nem csak az, hogy akadálymentesíteni kell a választófülkéket, de akár annak is az észszerű alkalmazkodással azt is lehetővé kell tenni, hogy egyéni helyzetek, ha valakinek nem jó az akadálymentesítés, nem jó a mozgóúrna, mert tényleg oda akar menni, vagy nem ér oda, akkor az ő egyéni helyzetéhez is tudjon alkalmazkodni a választójogi rendszer. Ezeknek a nyomait a mai napig nem látjuk a választási rendszerben, illetve hogy a következőben sem. Tehát az akadálymentesítésre fókuszálnak, de mondjuk már az egyéni helyzetekhez való alkalmazkodás nem jelenik meg. És igazából az emberek így a legfontosabb politikai okkal nem tudnak élni. Én ennyit gondoltam elmondani felvezetőként,